Mint minden éven, úgy idén is Sárospatakváros önkormányzata pályázatot hirdetett meg a városban működő és tevékenykedő sportegyesületek és szakosztályok számára. Összességében 8 millió forintot szeretne ilyen módon szétosztani a város a sportélet szereplői között támogatásként. Tavaly 15 egyesületet és klubot segített ilyen formában az önkormányzat. Idén, március 18-áig beérkezett pályázatok kapcsán kiderült, hogy ez a szám 18 kérelmezőre nőtt. Aros János polgármester szerint ez az összeg jelentős támogatást jelent minden igénylőnek. Most már 6 éve élünk ezzel a lehetőséggel, hogy a mindenkori költségvetésben elfogadott összeget azt megpályáztatjuk a sárospataki sportegyesületek, sportszervezetek, sportszakosztályok között, hiszen korábban ez másképpen volt, másképp történt a felosztása, és még igazságosabb felosztási rendszert szerettünk volna. Mára megszokták az egyesületek, hála Istennek évről évre bővül a paletta, tehát mindig több és több egyesület vagy szakosztály adja be a támogatását. Az előttünk lévő években ez a támogatási összeg, ez bátran merem mondani, növekedhet. A 8 millió forintos keretösszegből minden alkalommal 300 ezer forintot elkülönít az önkormányzat. Ezt az összeget külön igény szerint lehet felhasználni kiemelt, illetve nemzetközi versenyeken való részvétel esetén. A többit osztják fel a beérkező pályázók között. Még 2013-ban 15 pályázó nyújtott be támogatási igényt, addig 2014-ben március 18-áig már 18-an, mintegy 16 millió forint összértékben folyamodtak önkormányzati támogatásért. A pályázók között ezúttal 4 új, illetve újraindított egyesület is van. Ez egy kiszámítható, ez egy stabil. Még az összes többi támogatás az vagy van, vagy nincs, vagy kevesebb, vagy több, mint az előző évben volt. Márpedig számukra is az a fontos, hogy előre tervezhessenek, ne csak az adott évre, hanem évekre előre, hiszen ha van olyan cél, hogy valaki följebb szeretne jutni, magasabb szinten szeretne versenyezni, akkor egy ilyen kiszámíthatóságra szükség van. A tapasztalat az, hogy ez a támogatás adja minden egyesület működésének a gerincét, tehát a fő támogató majdnem minden esetben továbbra is Sárospatakváros önkormányzata. A beérkezett pályázatokat várhatóan jövő héten a Humán Bizottság tárgyalja, és javaslatot tesz a képviselőtestületnek arra vonatkozóan, hogy mely pályázót mekkora mértékben támogasson az önkormányzat ebből a közel 8 millió forintos keretösszegből.